Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az aszcendensben, akkor megtudhatják, mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Kiderül, hogy milyenek a kosjegyűek, és ha már ennyit foglalkoztunk a csillagokkal és az ő ígéretükkel, megtudhatjuk azt is, hogy hogyan tudjuk használni helyesen, hasznosan a horoszkópunkat. Kiderül, hogy milyen babonák népszokások kötődnek az év ezen időszakához, és Mazák Katalin is ellát minket szépségápolási tanácsokkal. Tartsanak velem! Kezdjük is rögtön azzal, hogy milyen hetek elé nézünk, melyik jegynek mit ígérnek a csillagok, és rögtön utána kiderül, hogy milyenek is a kosjegyű emberek. Kos. Hihetetlen, de most minden lehetőség adott, hogy olyan alapokat teremtsen a családjának, ami nyugalmat biztosíthat hosszú távra. Az anyagi biztonság önnek kiemelten fontos, így most nyugodt lehet. Bika. Több energiát kellene vinnie a mindennapokba. Higgye el, ha összpontosít a céljaira, könnyedén célba érhet. Minden más kibír pár hetet. Hinnie kell önmagában. Ikrek. Vehetne pár nagy levegőt, mielőtt kifakad. Legyen kissé rugalmasabb, viszont bizonyos személyekkel, akikkel eddig megengedő volt, lehetne kritikusabb. Rák. Vihetné valamire, ha hajlandó lenne túllépni saját korlátain. A célokat jól tűzi ki, de a megvalósításukért nem sokat tett eddig. Vegye kezébe a dolgait, és meglátja, mindenben sikereket könyvelhet majd el. Oroszlán. Sok apró dolog van, ami miatt bosszankodik, de ne tegye, mert minden energiája, amit mérgelődéssel tölt, kárba vész. Ami elmúlt, nem fog megváltozni. Ami előttünk van, azon még sokat alakíthatunk. Szűz. Hogyan kellene még, hogy jeleket kapjon? Sokkal rugalmasabban is intézhetné a családi dolgokat. Viszont ne vegye le a szemét azokról a családtagokról, akiknek szükségük van az ön támogatására. Mérleg. Mindegy, mit akar elérni, munkahelyi sikereket vagy magánéleti változásokat. Most mindent könnyedén elérhet. Szegezze tekintetét a célra, koncentráljon, és az eredmény nem fog késlekedni. Skorpió. Mindig valami új cél kell, hogy szinten maradjon a motivációja. Most aztán találhat magának eleget. Utazásai is sűrűbbek lesznek, amiknek örülhet. Nyilas. A sok kifogás és másokra várás már nagyon akadályozza. Legyen bátor, induljon el és meglátja, a sors is hozzáteszi a magáét. Bak. Lehet, hogy sokat vállal, de ha szívvel, lélekkel csinálja, nem fogja ennek terhét érezni. Amit az ember szívesen csinál, az olyan, mintha nem is dolgozna. Vízöntő. Sok új ötlete várja a megvalósítást. Érdemes lenne sorrendet felállítani, és egyenként egymás után megvalósítani. Halak. Minden a legnagyobb rendben. Pihenjen, töltődjön föl, és a későbbi feladatokhoz sokkal jobban tud majd viszonyulni. Kosok lendületesek, néha akár agresszívak is, úgy fogalmazhatnék röviden, a tettek embere. Csinálni kell, vezető típus. A kos az, aki hamar kiválik a közösségből, az elsők közé kerül. Nem azért, mert ő tündökölni akar, van ilyen jegy is, nem azért, hogy jobban megéljen. Úgy van vele, mint amikor rendeznek ilyen nagy össznépi futóversenyt, és elmegy, játszunk, mozogjunk egy kicsit, futok egyet. Ha már futok, akkor futok igazán, mondja a kos, és elkezdi, de komolyan véve. És amikor beér elsőnek a célra, én győztem. Én csak futottam, én nem győzni akartam. Szóval a kos lendülete ilyen. Mindenki hallott már és használja többé-kevésbé a horoszkópot, a zodiákusokról is tud ezt-azt. De hogy hogyan tudjuk használni a személyes horoszkópunkat, mitől lesz ez működőképesebb, és mire jó, mi a gyakorlati haszna, ezt fogjuk most kideríteni. Van-e szabad akarat, vagy nincs? Egyszerűen fogalmazva determinált a sorsunk, hiszen a személyiségünk meghatározza a sorsunkat. Én azt szoktam mondani, bár az asztrológiát nem tartom igazán ezoterikus tannak. Annak is tekinthetjük. De azt szoktam mondani, hogy én vagyok a legmaterialistább okkultista. Csak azokat a magyarázatokat és tanokat fogadom el, amiknek van létalapjuk, más tekintetben is. Azt az érmét fogadom el
igazinak, nem hamis pénznek, aminek mindkét, sőt mindhárom oldalát megvizsgálhatom. Így vagyok azzal, hogy ne volna befolyása a habitusunkra, a születés ideje egészen más, amikor, ha egy gyermek ilyenkor tavasszal születik. Élete első döntő időszakában ki lehet vinni a napfényre, a friss levegőre, a mamán keresztül ő maga is dúsabb és értékesebb táplálékhoz jut, míg a télen született baba, vagy az ősszel született baba kénytelen egy mesterséges környezetben, egy lakásban, ahol valljuk be, nem igazán jó a levegő, más a táplálkozási lehetőség, tehát más a start, és ez hónapról hónapra is változik. Tudjuk azt, hogy például a napfénynek komoly szerepe van a vitaminok kiváltásában, hasznosításában, létrehozatalában, tehát már eleve az meghatározza. Az, hogy az egész sorsunk, hát a személyiségünk dönti el a sorsunkat. Még azért itt visszatérnék ahhoz, hogy az is kétségtelen és nem asztrológiai magyarázat, hogy a szülők biológiai állapota, egészségi állapota, hangulata döntően befolyásolja az utódot, különben ugyanazoktól az emberektől tökéletesen egyforma utódok jönnének a világra, de ha már a szabad akaratnál tartunk, és ha már eljutottunk odáig, hogy minden ember más, még akkor is, hogyha ugyanazon szülők gyermeke, az gondolkodásmódunk, a beállítottságunk változik, és végül is a személyiségünk adja a sorsunkat. Tehát az egyéniségünk határozza meg a sorsunkat. Sokat vitatkoznak azon, hogy elrendeltetett dolog-e bármi is, vagy a szabad akarat kérdése. Minden szabad akaratunkból történik, kivéve a fatális véletleneknek nevezett sorstragédiákat, vagy sorshozta eseményeket, bár egy kicsit annak is elébe megyünk jó magunk. Nagyon sokszor megfigyelhető, hogy egy-egy történés, jó vagy rossz esemény, sokkal korábbi valamilyen elhatározásunk vagy tettünk elkerülhetetlen következménye. Minden gondolattal, minden cselekedettel elindítunk egy folyamatot, amikor két ember megismerkedik. Óhatatlanul egy kicsit beleszól egymás sorsába, attól kezdve pedig vagy nagyon meghatározó lesz, vagy megszakad ez a szál. Tehát minden rajtunk múlik, mindent mi akarunk, előre meg van írva egy házasság története, mondjuk, hogy ki kivel köt házasságot. Mondhatom, hogy előre meg van írva, de ha jobban belegondolunk, kiderül, hogy ugyanazok az emberek, akik egymást kiválasztották, nem is tudnának, nem is akarnának mást választani. Az is az ő szabad akaratukból történik, ahogyan ettől kezdve élnek, és sajnos nagyon sok esetben az ember tudja is. Tudja azt, nagyon sokszor meg lehet figyelni asztrológiában, pszichológiában, de anélkül is emberi viselkedésben, hogyha valakinek mondunk valamit, hogy ne kösd meg ezt a házasságot, mert rosszul jársz. Tudom, hogy rosszul járok. Tönkre megy az életet. Tudom, de lesz egy boldog évem mellette, és már teszi is, ami a leginkább árt neki, és olykor tesszük, ami a legjobb nekünk. Nagyon sok olyan véletlen van, ami jó irányba viszi a sorsunkat. Hinnénk, hogy véletlen, pedig találkozik egy professzor egy tanítványával a lépcsőn, és a tanítvány nagyon kedves hozzá, udvarias. Egyszerűen csak tiszteli benne az idősebb embert, nem is tudja, ki az. Legközelebb ugyanez a professzor emlékszik a jelenetre, és nagyon jó minősítést ad, nagyon jó osztályzatot a vizsgán, nem engedi megbukni. Ezt a szimpatikus, kedves embert, te biztosan okos. És egy ilyen látszólag véletlen. Ez is rajtunk múlik. Azon az emberen, aki ott éppen egy másikra rámosolygott. Tehát ilyen értelemben minden megvan írva, de ha mindennek a gyökere az egyéniségünk, a jellemünk, mindent mi provokálunk ki, vagy készítünk elő a sorsunkban, mondom, kivéve a tragikus véletleneket. Abba is benne vagyunk egy picit. És mi mindannyian saját végzetünk könyörtelen végrehajtói vagyunk. Így van, természetesen. Az ember valahol önépítő és önromboló
egész életében. Mire lehet használni, akkor nevezzük úgy egy elkészített horoszkópot. Ugye kell hozzá az adott illetőnek a születési helye és a pontos dátuma. Na most, ha nincs meg a pontos dátum, akkor mit lehet csinálni? Mert lehet, hogy már nem emlékszik az anyuka, vagy nincs kitől megkérdezni. És ha már ez elkészült, mire lehet használni? Hát kezdjük az elején. Hogy mit lehet kezdeni, ha valaki nem tudja a születési óráját, percét, el kell küldeni az illetőt. Na, természetesen én itt az emberi normák és a tisztesség, az udvariasság keretein belül gondolom, vagyis azt szoktam mondani, ha valaki így fordul hozzám, hogy tisztességes asztrológus ezt így nem vállalja. És akkor elmondom, tessék elképzelni, azon a napon hány ember született. Az a sok-sok ember nagyon sok mindenben hasonlít egymásra. De a néhány perc eltérés különbség adja azokat az óriási különbségeket, jellembeli eltéréseket, sors, utak más irányultságát, ami lényeges, tehát nem lehet így, azt lehet. Hogyha valaki egy óra eltéréssel, vagy legfeljebb kettő, azt mondja, hogy délután 2 és 4 között úgy emlékszik az egész család, de hogy az 2:45 volt, vagy 3:44, nem, ezzel már nincs probléma. Ott van egy szűkebb időhatár, amit úgy tudok utána, aminek úgy tudok utána járni, hogyha megtörtént események dátumait bekérem, sorsdöntőket, olyanokat, mint házasságkötés, gyermekek neme születési ideje, Isten adja, szülők halála, jelentős költözés. Azért a jelentősre gondolok, mert aki életében 2-3 évenként lakást, várost, falut cserél, annak ez nem korrigálja a születési ideje. Tehát be lehet pontosítani, ha a múltat mutatja jól a horoszkóp, bízom benne, hogy a jövő tekintetében már csak az emberi hiba, az én tévedéseim jöhetnek szóba, mint hiba lehetőségek. Tehát pontosítani lehet és kell. Azután nagyon tág az a kérdés, mire használhatjuk. Lehet életvitel tanácsot adni. Azt, hogy hogyan éljen az illető. Egy horoszkópban minden benne van, ami az életben velünk történik. Az már egy hosszabb munkaszámítás eredménye, hogyha azt is meg tudjuk mondani, mikor. Így például nagyon jól működik az egészségügyi területen, mert éppen ez az egyetlen rész, ahol előre látja az asztrológus már a születés pillanatában azokat az egészségi kockázatokat, hogy ne mondjam betegségeket, amik az életben felbukkanhatnak, ami még semmi más módon nem diagnosztizálható. Segíthetünk tehát a prevencióban, a megelőzésben, életmód tanácsadással, amit remélhetőleg megfogadnak. Gyermeknevelés. A különböző típusú, és ez most egy asztrológiai kifejezés volt, embereket másképpen kell nevelni. Van, akinek tényleg szüksége van a határozott irányításra. Nem szigorról, nem gorombaságról, nem erőszakról beszélek. Határozott irányítás. Van, akit csak úgy lehet nevelni, hogy szeretettel, szép szóval. Van, aki inkább igényli az okos szót, a szeretetre rosszul reagál néhány ember, néhány gyerek. Nem tud vele mit kezdeni, zavarba jön, ha kapja, vagy ha adnia kell. Tehát nem vagyunk egyformák. Mindenkihöz megvan a maga ajánlott receptje. Tehát a gyermeknevelésben, ugyanezért a pályaválasztásban. Mire vagyok képes, mire képes az a gyerek, mit tud ebből megvalósítani. És egy másik dolog, hogy mi szeretne lenni, mert rendszerint egyikünk se az lesz, ami szeretne. Nagyon régi vicc volt, én sose akartam mozdonyvezető lenni, de még hajdan mindenki ugye arra hivatkozott. Teljesen mindegy, mi az, amire képes. Azután pedig eljön a családalapítás, a párválasztás először is, megelőzi ezt a szerelmes korszak. Ott is rengeteg tanácsot kell adni. Az emberek olyan egyszerű dolgokon kétségbe esnek és tanácstalanná válnak,
úgy vagyunk vele, mint Arany János versében, a részeg ember ez a világ ötször-hatszor egy nyomba hág, készugorni hegyen, völgyön, felbukik a sima földön, hát így vagyunk a szerelemmel, a lehetetlent megoldjuk, az egyszerű dolgokba belebolondulunk. Tehát ott is kell tanácsot adni, míg végre a családalapítás, megint egy új probléma, megint egy új választási lehetőség már az életmódban. Hogy hogyan tudjon együtt élni két ember. Mindenütt vannak surolódási felületek, ezeket kell elmondani, hogy mik azok, amik a zökkenőket okozzák, és gyógyíthatatlan. Alkalmazkodni, elfogadni lehet, sőt kell, változtatni nem. A másik embert majd 20 évig, vagy több mint 20 évig a szülei nem tudták megváltoztatni, megnevelni. A házastárs már biztos reménytelenül, nagymamám mondta, pláne érdekes a példa, mindig, hogy a gyereket még lehet nevelni, hajlik, mint a vessző. Később már törik, mint a száraz vessző, nem lehet hajlítani, nem lehet nevelni. Tehát itt is sokat segíthet az asztrológus. Az emberek mindig tudják, hogy mi a probléma. De amíg nem mondja más, nem hajlandók ráébredni szinte. Én magam is így vagyok ezzel. Tehát ha emberekről beszélek, magamról is, remélem úgy szólván annak tekinthető vagyok, közéjük tartozom. Tehát ha emberekről beszélek, az én hibáim és az én erényeim ugyanúgy benne vannak, mint az összes többié. Szóval nagyon sok területen nem mindenre jó az asztrológia. Ezzel én nem azt mondtam, hogy mindenütt mindenre jó, sok területen sok mindenre jó, például senki helyett nem oldhat meg egyetlen egy problémát sem az asztrológus. Az asztrológus és tanácsa, különösen az asztrológus tanácsa, legyen olyan, mint a kapaszkodó korlát a lépcsőházba. Egy biztosíték, egy támpont, amire támaszkodhatunk, aminek a segítségével könnyebben közlekedünk. De bolond ember az, aki a korláton akar fölmenni az emeletre. A tanács az kapaszkodó és nem kötelező iránymutatás. És most lássuk, milyen népszokások, babonák kötődnek ezen időszakunkhoz. Milyen babonák, népszokások kötődnek a következő hetekhez? Április nagyon gazdag a népszhagyományban, vagyis inkább úgy nevezném, hogy az egyház és a néphagyományokban, hiszen április a húsvét hónapja is. Ugye a húsvét az változó dátumú ünnep, tehát a tavaszi napi egyenlőséget követő holttölte utáni első vasárnap az a húsvét vasárnapja, és ennek megfelelően majd a később a pünkösd is az erre következő 50. napon lesz ünnep Magyarországon is, illetve a keresztény világban. A húsvét az nem szorosan erre az egy napra vagy két napra, tehát húsvét vasárnapjára és hétfőjére korlátozódik, hanem a megelőző 40 napra, amikor a keresztények korábban szigorú, ma már csak jelképes böjtöt tartanak, amikor igyekszenek megtisztulni azoktól a bűnöktől, azoktól a nem kívánt cselekedetektől, amelyek bekövetkezhettek az emberek életében az elmúlt év során. De ugyanakkor volt ennek bizonyos fokú gazdasági megfontolása is, hiszen a paraszti társadalmakban tél végére az élelmiszer készletek nagyon megcsappantak. Ez szinte kapóra jött, hogy ideológiát szolgáltatott arra, hogy hús, zsíros ételeket ne fogyasszanak, tehát úgy is mondhatnánk, hogy a reform étkezéseknek az előfutárának is tekinthetjük a nagyböjtöt. A húsvét előtti hét maga a nagy hét, tehát minden nagy ilyenkor, amikor az emberek felkészülnek lélekben is, testben is arra a hatalmas és nagyon kiemelt keresztény ünnepre, ami Jézus nagypénteki keresztre feszítését, majd húsvétkor a mennybe menetelét, feltámadását ünnepli. Ez ugye a parasztember vagy a városi ember, tehát egyáltalán az emberiség mindig igyekezett a szigorú egyházi ünnepeket, egyházi eljárásokat a maga képére formálni és lazítani, vagy hozzátenni azokat a
magával hozott a zsigereiben lévő, talán még a kereszténység előtti elemeket is, amelyek beilleszthetőek voltak a keresztény ünnepekbe, és ezt nagyon sokszor az egyház is elfogadta, hiszen nem akart mindenáron szembe menni a hívőkkel. Ilyen például a tojásnak a kérdése is, a húsvéti hímes tojás, amit előszeretettel ajándékoznak a lányok, fiatalasszonyok a fiúknak, legényeknek azért, mert meglocsolták őket. Ilyen tulajdonképpen a locsolkodásnak vagy a locsolásnak is a szimbólum rendszere, hiszen nem véletlen, hogy a tisztálkodás, a megtisztulás, a megtisztítás témakörébe tartozik a vízzel való meglocsolás, ami ugye később már a mai viszonyok között nem vízzel, hanem szagos vízzel, rózsavízzel, kölnivel, parfümmel történik, tehát mint egy azt szimbolizálva, hogy lemossák az emberekről a régit, a telet, a gonoszt, és jön egy új, egy tavasz, egy kikelet, egy megújulás az emberek életében. Magyarországon volt olyan szokás, amit sok déli országban, vagy például Mexikóban is láthatunk, hogy a húsvét körüli nagy ünnepségekben nagy körmeneteket rendeznek, felveszik a Jézus stigmáit, megsértik saját testüket, hogy vezekeljenek. Ez volt-e Magyarországon? Ilyen szélsőséges formában, mint például a Fülöp-szigeteki emlékeim szerint, illetve televízióban látott emlékek szerint, amikor félmeztelen férfiak vonulnak végig az utcán, és szöges korbáccsal verik, tüskés korbáccsal verik a saját hátukat, hogy a vér kiserkenjen, és ezzel tulajdonképpen áldoznak, vagy emlékeznek Jézus kínszenvedésére, a Golgotára való fölmenetelére, a stációkra. Ez Magyarországon nem volt szokásban, de az összes többi, amit említettél, ez a körmenet, vagy az éjféli mise, ami különösen a katolikus egyház berkeiben szokásos, a reformátusok ezt nem gyakorolják. Ugyanakkor a reformátusok annyiban emlékeznek arra a reformáció előtti időre, amikor a böjtöltek az emberek, hiszen a reformátusoknál nincsen ilyen szigorúan böjt, vagy nem volt ilyen szigorúan vett böjt, mint a katolikusoknál, hogy nagypénteken ők is böjtöltek. Tehát nem ettek zsíros ételeket, még diót sem ettek, hogyha laskát vagy tésztát készítettek, mert abban is van dióban zsír vagy vaj. Tehát tulajdonképpen ennyire megtartották. Gyerekkoromból emlékszem, hogy szomszédokkal ilyenkor mindig összejöttünk nagypénteken, és otthon készült lyukas laborból készített eszközzel tengerit pattogtattunk, és akkor ott azt elfogyasztottuk. Ez a halvány emléke annak, hogy semmiféle zsíros ételt nem fogyasztottak az emberek, még a reformátusok sem. És aztán húsvét után mi jön, mert azután is van élet? Hogyne, hát mindenképpen a tavaszról szól az élet, mert ekkor már elkezd zöldülni a természet. Legelőször talán legutóbb olvastam, hogy már március 25-ére Gyümölcsortó Boldogasszony napjára is mondták, hogy ha kalapáccsal verik is le a földbe a füvet, akkor sem tudják meggátolni, hogy kijöjjön. Ezt általában a Szent György napra, április 24-ére szokták mondani, hogy addig harapófogóval se lehetne kihúzni a füvet a földből, utána a kalapáccsal se lehetne visszaverni bele. De a Szent György nap ez egyébként is nagyon fontos dátum a parasztság életében, mégpedig ez a cselédfogadás vagy szolgafogadásnak a napja, illetve az új gazdasági évnek a kezdete. Korábban Szent Györgytől Szent Györgyig tartott a gazdasági év, amikorra megfogadták az embereket. Ilyenkor fogadták meg a pásztorokat is például, akik az állatokat kihajtották a legelőre, és egészen behajtásig, Szent Mihály napjáig kint voltak velük, de ez a Szent György nap arra is jó volt, hogy olyan gazdasági munkákat nagyrészt befejezzenek, mint a vetés, tehát a gabonáknak a vetése, ennek már régen meg kellett történnie, vagy pedig az első, hogy mondjuk, boszorkánykodó nap is az évben, hiszen akik az asszonyok Szent György nap éjjelén lepedővel mesztelenül körbe mentek a mezőn, és a lepedőbe összegyűlt
harmatot utána felhasználhatták különböző rontó cselekedeteiknek az elvégzésére. Mozák Katalin a bőrradírozás világába kalandoztat el most minket, és segít, hogy a zöldségesnél, a gyümölcsösnél mit tudunk felhasználni, hogy bőrünk radírozott és szép legyen. Milyen kezeléssel szépítjük ma a paciensünket? Ma egy kicsit a radírozásokra fogunk odafigyelni. Egy újfajta megoldást kínálok erre, amikor is enzimekkel végezzük el ezt a radírozás műveletet. Azért szeretem használni őket, mert még az érzékeny bőrök is jól szokták tolerálni ezeket a hámlasztó módszereket, és egész évben alkalmazhatóak. És mivel fogunk radírozni, mi az, ami megfelelő enzimet tartalmaz hozzá? Gyümölcsöket használunk jelen esetben, és az ananászt, mangót, és ezt ki fogom egészíteni egy kis vitaminbombával még pluszban, kivit rakok még hozzá, és egy kis citromlevet. Hogyan hatnak ezek? Hogyan kavarjuk össze, hogyan készítjük elő a kencénket, és hogyan fognak ezek hatni? Pont azért, hogy minél inkább megőrizzük az ásványi anyagokat benne, és a vitaminokat, csak összetúrmixolom, pépesítem az egészet, és utána, hogy könnyebb legyen otthon dolgozni vele, ne csúszkáljon olyan nagyon, ezért egy gézt helyezek a letisztított bőrre. Az orrnál azért érdemes kivágni egy kicsit, szemnél nem fontos, de ott arra figyeljünk, hogy a szem érzékeny bőrét azért, ha lehet, takarjuk le közben, vagy azt a helyet hagyjuk ki, és ennél én egy burogatást teszek addig fel a szemre, hogy nehogy véletlenül egy kicsit érzékenyebb részeket megpirosítson. Ezt követően pedig egy olajos masszázssal zárjuk a kezelést. Mit fog érezni a paciens? Honnan tudja, hogy most ő radírozódott, azon kívül, hogy megmondjuk neki? Tehát milyen érzés lesz ez? Mit fogunk látni, tapasztalni? Annyit fogunk érezni közben, hogy egy kicsit felpezsdül a bőr, nagyon szépen megpuhul a bőr a kezelés után, illetve hogyha olyan nagyon fáradtnak, kicsit szürkésnek, fakónak látjuk a bőrünket, ezeknek a növényeknek a hatására nagyon szép, üde, friss színűvé válik, de nem vérbővé, csak egy nagyon kellemes, üde, ragyogó szín lesz, mint hogyha egy ilyen szürke fájtlat lelebbentenénk a bőrünkről hatásában. Olyasmi gondoljunk. És miért fontos ez a radírozás? Tehát miért tesz jót a szépségünknek? Azért tesz jót a bőrnek, mert az elhalt hámsejtek megakadályozzák a hatóanyag felszívódását, és egyéb esetben is elég nehéz dolgunk van, ha hatóanyagokat akarunk juttatni a bőrbe, tehát ezzel legalább egy lépéssel már beljebb vagyunk, és ezt nagyon könnyedén otthon is meg tudjuk oldani egyszerű módszerekkel. Tehát sokkal jobban működnek a krémjeink, sokkal több hatóanyag tud belőlük felszívódni és kifejteni azt a hatást, ami miatt egyáltalán használjuk. Kell-e a nappal vigyáznunk, hogyha ilyen radírozást végzünk? Hát a nappal, ha engem kérdeznek, mindig kell vigyáznunk, mert az egyik legöregítőbb tényező az erős napsugárzás. Tehát az UV-sugarak nagyon-nagyon tudják roncsolni a kollagén rostjainkat. Ezek felelősek a tömörségéért, a feszességéért többek között, és a rugalmasságáért a bőrnek, és nagyon szépen alátámasztják a szövetet. Tehát ha engem kérdeznek, a nappal mindig óvatosan. Tehát fényvédőt használni mindenképpen egész évben, de nem teszi fényérzékenyé a bőrt ez a radír. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!